Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a tévé előtt ül, aki a neten fog nézni, és szeretném, ha tovább is együtt tanulnánk. Köszönöm a visszajelzéseiket, az érdeklődéseiket. Sokan megkérdezik tőlem, hogy mikor, milyen apropóból veszem a témát, hogy legközelebb miről beszéljek. A válasz az nagyon egyszerű, hiszen maguk a betegek, akik felkeresnek, azok adják az ötleteket. Az utóbbi időben többször kerestek fel gyomortáji fájdalmakkal és a pajzsmirigyel. Nagyon sok pajzsmirigy beteg van. Ugyanakkor nagyon sok beteg refluxos. Pedig legalább 20 éves tapasztalatom, hogy akiket évek óta kezeltek refluxal és nem gyógyultak, pár hónap alatt szépen rendbe jöttek, mert engedelmesen végezték a személyükre leírt tanácsot. Egy betegség soha nem jár egyedül. És azt is, hogy egy dolog nem gyógyít. Én ezt már sokszor elmondtam, egy komplex kezelésre van szüksége lelki, értelmi, fizikai testünknek, hogy gyógyulhassunk. Akik megfordultak nálam, tudják, nagyon sok kérdést teszek föl, várom a válaszaikat. Először megvizsgálom iriszi diagnosztikailag őket, és ezután nézem meg orvosi papírjaikat, és majd ezután beszélem meg, hogy milyen tanácsokat szeretném, ha végezne. Hiszen, ha nem tudjuk a betegség okát, érdemleges választ nem lehet adni, és ezt sok kérdés után lehet majd kikutatni. A reflux az emésztőszerveinket, a tápcsatornát érinti. A száj, a nyelőcső, a gyomor és a belegre terjed ki. Orvosilag GERD-nek nevezik ezt a nem fájdalommentes betegséget. A természetgyógyász enciklopédia ezt mondja. A gyomorban a táplálék mechanikus és kémiai lebontása zajlik. A gyomor a sósav és pepszin tartalmú emésztő nedvekkel való összekeveredés elősegítése érdekében forgatja és felkeveri a bekerült táplálékot. A sósav és a pepszin létfontosságú az alapos fehérje emésztéshez és az ásványi anyag felszívódásához. Nem kielégítő vagy akadályozott sósav termelés mellett nincs megfelelő fehérje lebontás. A reflux betegség a tápcsatorna felső szakaszának összetett működési zavara, eredményeképpen a gyomorsavakkal és emésztőnedvekkel elkeveredett gyomor és nyombil tartalom, azaz a refluxátum a normális haladási irányjal ellentétben fog menni. Felfelé visszajut a nyelőcsőbe, ahol kellemetlen tüneteket és végső esetben szervi elváltozásokat, nyálkahártya gyulladást okoz. Tehát mit jelent részünkre a reflux? Visszafolyást. A gyomorszáj záródási zavara esetén savas gyomornet folyik a nyelőcsőbe, ami égő érzést eredményez. Milyen betegségek társulnak a refluxhoz? A gyomorszáj záró izmainak gyengesége miatt nyelőcső gyulladást eredményez. A nyelőcső alsó szakaszán a körkörösen futó, mintegy 4 cm hosszú záróizom alapvetően zárva van, és csak arra a rövid időre nyílik meg, míg a nyelőcső felől érkező falat áthalad rajta, hogy a gyomorba jusson. Reflux, azaz visszafolyás, akkor következik be, ha az izomgyűrű az alulról ránehezedő hasűri nyomás hatására is kinyílik, és fölfelé engedi a gyomor tartalmát.
A visszafolyás az alsó záróizom gyengesége, illetve a megnövekvő hasűri nyomás, vagy a kettő együttes hatására következik be. Tehát mi kell legyen a következő kérdés? Mi okozhatja a gyomorszáj záródási zavarát? Először is kerülnünk kellene azokat a táplálékokat, amelyek elősegítik a záróizom elernyedését. Melyek ezek a táplálékok? A nehéz zsírdús ételek, a zsírban sültek, a koffein tartalmú italok, kávé, zöld és fekete teja, a csokoládé, a túlfűszerezett ételek, a csípős, ecetes, savanyú, mentolos ételek. Ezek mind-mind elernyeztik a záróizmot, elősegítik a reflux kialakulását. De a záróizom gyengeség összefüggésben lehet a rekeszizom sérvel is, mely izom kívülről normálisan erősíti a záróizmot. Időnként ez a probléma egészséges embereknél is előfordulhat, mikor kiadós étkezés, előrehajlás, szoros ruházat is okozhatja a hasűri nyomás fokozódását, a súlyemelés, a fizikai munka és egyes sportok. Természetesen átmeneti kellemetlenséget okozhat a várandós édesanyáknak is, ugye a kisbaba is fölfelé nyomást okozhat. De vannak olyanok is, akik a dohányzás és a mozgásszegény életmódot is tudják okolni ennek a betegség kialakulásának. A hasűri nyomás fokozódásának egyik legkézenfekvőbb oka, ha nő a gyomortartalom mennyisége. Ez természetesen bekövetkezik, ha többet eszünk a kelleténél, egy kiadós evés után, vagy ha a gyomortartalom nem továbbítódik rendesen a beleg felé. Nőknél és férfiaknál egyformán van ez a betegség, de a szövődmény inkább a férfiaknál alakul ki. A reflux betegeknél többnyire gyengébb a nyelőcső jellegzetes falat továbbító izommozgása, az úgynevezett perisztaltikája is, így az alulról oda kerülő gyomortartalmat kevésbé képes visszavezetni az élettanilag helyes irányba. Másik helyen is ugyanezt olvastam. A rendszertelen táplálkozás, az ülő életmód kedvez a betegségeknek. A dohányzás, a túlzott alkohol, teja és kávéfogyasztás, illetve bizonyos szalicilát tartalmú gyógyszerek irritálhatják a gyomor nyálkahártyáját. Jó, figyeljük meg! Egyes altatók és nyugtatók ellazítják a gyomorszájat, ezért az eszereket hosszú ideig szedőknél megnő az esély a reflux betegség kialakulásához. És megfigyeltem betegeimnél is, hogy a tartós lelki stresszhatás a legfőbb ok a hosszú ideig tartó reflux betegségnek. Erre nagyon komoly tapasztalatom is van. Talán 20 éve is elmúlt, mikor Tatáról, Tatabányáról egy fiatalember keresett fel, akit már évek óta kezeltek a reflux betegséggel, és nem gyógyult. Nagy gyomorfájdalmakkal keresett fel. Végezte az előírt kezeléseket, de nagyon-nagyon kevés javulást tapasztaltunk. Ez a fiatalember egy asztalos műhelynek a vezetője volt, és ugye minden dolgozója idősebb volt, mint ő, és nagyon-nagyon sok problémája volt velük, és a végén azt tanácsoltam, hogy sokkal jobb lenne, ha munkahelyet változtatna, mert ha nem tud megnyugodni, nem fog tudni meggyógyulni. Hiszen én már gyerekkorom óta tanultam, hogy a betegségek 90%-a lelki alapon alakul ki. Munkahelyet változtatott, nagyon szépen meggyógyult, persze egy kicsit hosszabb ideig végezte az általam leírt fürdőket és étkezési tanácsokat, majd később édesapját is elhozta, mint beteget, majd megnősült és elhozta a feleségét is. Most biztos, hogy jól vannak, mert nem tudok róluk semmit sem. Mint sok betegnél ezt tapasztaltam, hogyha bármi felüti a fejét, akkor előveszi a könyvemet is, átgondolja, hogy mit is kellett neki régen kezelnie, hogyan kellett csinálni a kezeléseket, és elkezdi először. Nekem ez nagy öröm, mert mindig akkor azt mondom, hogy látom, nem hiába koptattam a széket, hogy megírtam a könyvet. Akkor is nagyon tudok örülni,
mikor valaki jön és szorítsa magához az első táplálékot könyvemet a kis zöld borítóval, és kéri, hogy dedikáljam neki, mert ő már 10-20 éve ebből kezelgeti a családját. Nézzük meg, hogy a felsorolt tünetek még milyen kísérő jelenségekkel járnak. A gyomor égés kellemetlen, a szedcsont mögött a mellkas középvonalában jelentkező égő érzés a gyomorszájtól egészen a torok tájékáig. De a gyomorszáj környékéről kisugározhat a nyak, az áll, a lapockák és a karok felé is. Igen, hát ezt mondjuk, hogy a sav közömbösítő bevétele rövid ideig enyhülést okoz. De egy figyelmeztetést kapunk a Természetgyógyász enciklopédiából. Az alkalomszerű gyomorégés esetében a savkötők nagyon hasznosak lehetnek, de nem szabad visszaélni velük. Miért? Nagyon sokszor hallom, hogy bekapok egy kis szódabikar bonát, és már enyhülnek is a fájdalmaim. Tényleg jó ez? Az enyhe tünet kezeléséhez nem feltétlenül van szükség orvos által felírható gyógyszere. A leghétköznapi savközömbösítő a közönséges konyhai szódabikarbona, továbbá a gyógyszertárban kapható magnézium és alumínium sókat tartalmazó készítmények is alkalmazhatók. Az enyhe tüneteket gyorsan is jól enyhítik, de csak rövid ideig hatnak. Mellékhatásaik miatt viszont hosszú távra nem alkalmasak, ugyancsak a Természetgyógyász enciklopédia írja. E szerek nagy mennyiségben felboríthatják a szervezet só- és vízháztartását, megemelik a vérnyomást, és az egyszerű szódabikarbona is megváltoztathatja a vér kém hatását. Hála Istennek, hogy én gyerekkorom óta olvasom az Jóisten által adott Ellen Goldwhite által írt tanácsokat. Azt írja, második kötetben. Soha ne együnk szódabikarbonát, mert félelmetes ennek a következménye. Lemarja a gyomor bevonatát, gyulladást okoz, és gyakran az egész szervezetet megmérgezi. Én sokszor mondom betegeimnek, hogy én soha nem használok, esetleg takarításhoz, vagy csempelemosáshoz, vagy a járdák között a gyomok kiirtásához. Gyönyörűen kiégeti. És egy másik ok, a savcsökkentő gyógyszerek alkalmazásával a nehezen emészhető, túl zsíros fűszeres ételek tovább maradnak a gyomorban, így kedveznek a refluxnak, helyettük könnyebb ételeket érdemes fogyasztani. A savtermelés csökkentő gyógyszerek tartós szedése miatt a fehérje megemésztése elégtelen lesz, és további problémákat okoz. A fehérje az, ami legtovább marad a gyomorban. Akkor is, ha nem fogyasztott semmiféle savcsökkentő gyógyszert, hát még ha plusz fogyaszt is, még tovább mérgezi a saját szervezetét. A megemészetlen fehérje is a feldolgozatlan étel a bélfalon keresztül a véráramba jut, és így allergiás tüneteket, illetve autoimmun betegség kialakulását eredményezheti. A savlekötők a refluxbetegség tüneti kezelésében kiegészítő szerként használatos készítmények, amelyek ugyan gyomorsav közömbösítő hatásúak, azonban a gyomornyálkahártya sav elválasztását nem csökkentik, sőt, fokozhatják is. Az antioxidáns táplálékok védelmet nyújthatnak a nyelőcső gyulladással szemben, és csökkenthetik a rák kialakulásának esélyét is. Naponta el vagyok hűlve, hogy vannak, akik tanácsolják, hogy akkor többször kell enni, és kisebb mennyiségű ételt. Ez egyáltalán nem jó tanács. Sokszor elmondtam, de most direkt olvasom az étrendis táplálkozás 136. oldalról. A gyomornak gondos figyelemre van szüksége, nem kell folyamatos működésben tartanunk. Adjunk ennek a rosszul használt és visszaélést elszenvedett szervünknek némi békét, nyugalmat és pihenést. Mikor az egyik étkezés után a gyomor elvégezte feladatát, ne adjunk neki további munkát, mielőtt alkalma lenne megpihenni, és a természet által a további táplálékokról való gondoskodásra elegendő emésztő nedvet szolgáltatni. Legalább 5 órának kell eltelni az étkezések között, és mindig tartsuk szem előtt, hogyha lehetőséget adunk neki, észreveszünk, jobb a kétszeri, mint a háromszor étkezés.
Mi egész télen a párommal kétszerettünk. És volt, amikor úgy jött a beteg, hogy már 2:30-kor ebédeltünk, és nem vacsoráztunk. És megszoktuk, az egész életünk jó és rossz szokás. Akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy enni kellene, megint éhesek vagyunk, pontosan akkor könyörögne a gyomor, hogy hagyjál már egy kicsit pihenni. Van a táplálékot könyvemben egy orvosi rajz, mely benne van, hogy 15 deka alma emésztéshez is 3-4 óra idő kell. Én el vagyok képedve, amikor betegeimtől megkérdem, hányszor eszik egy nap, hát azt nem tudom. Egész nap. 4-szer, 5-szer, 6-szor. Hát mikor tud leállni a gyomor, mikor tud pihenni? És a másik. Mindig többletvért van az agytól. Tehát fárasszuk az agyi értelmi világunkat is. Nagyon jó az a régi mondás, hogy úgy reggelizél, mint egy király, úgy ebédeljél, mint egy munkás, és vacsorázni, mint egy koldus, vagy nem is muszáj. Így van írva, így tanultam gyerekkoromtól is. A reggeli étkezés idején a gyomor jobb állapotban van, hogy több táplálékot emészem meg, mint a második vagy a harmadik étkezésnél. Helytelen szokás, hogy keveset reggelizünk és kiadósan vacsorázunk. Tegyétek a reggelit a nap legbőségesebb táplálkozásával. Másik gyakori tünet a savas felbefögés, amikor is az emésztőnedvekkel kevert gyomortartalom visszaöklendezése csípő savas ízt okoz egészen a szájüreg hátsó részéig. Köhögése ingerel, nyelési problémákat okoz a torokban, marja égeti a nyelőcsövet. De lehetnek olyan tünetek is, hogy már nem csak az ételt nehéz lenyelni, hanem még a folyékony ételeket, vagy italokat, vagy vizet is. Oka lehet a szövődményként kialakult nyelőcső szükület, vagy a rövid nyelőcső. Lehet szájüregi égés, rossz szájíz, kellemetlen szájszag. A másik probléma a nyelőcső gyulladás, a leggyakoribb szövődmény kialakulása a visszacsorgó gyomortartalom miatt. Vagy a hegges nyelőcső szükület, a hosszan fennálló súlyos nyelőcső gyulladás nyomán alakult ki. Ha a sérülések heggesedéssel gyógyulnak meg. Lehetnek jelei a régi légúti tünetek, rekedtség, köhögés, idegen test, vagy gombócérzés a torokban, a gyomorsav tartalom közvetlen irritációja, vagy a reflux okozza. Szeretném bemutatni itt a képet. Dr. Vander a Modern Természetes Medicina című könyvében. Milyen okokat mutat ő ezen a képen? Gondok, hús, kávé, só, cigaretta, alkohol és az öröklés. Ugye előbb is mondtuk, hogy tartós stressz hatás. De az örökléssel kapcsolatban azt szoktam mondani, az öröklés olyan, mint a megtöltött pisztoly. Tehát az én életem húzza meg a ravaszt. Ha én tudok változtatni étkezési szokásaimon, tartalmán is, időben is, biztosan, hogy meg tudok gyógyulni belőle. Mit kell tennünk? Mit mutat dr. Vander? Menekülni az idegi és lelki problémák elől. Olyan táplálkozást folytassunk, ami a gyomorsavval szemben van. Gyógyteákat fogyasszunk. Gyümölcs és zöldségleveket, tisztító pakolásokat, és mutatja az életfürdőt. Milyen táplálékokat tanácsol? Paradicsom, articsóka, spárga, sárgarépa, karfiol, paprika, uborka, burgonya, körte, banán, alma. Az is igaz, hogy a tej és a tojás is látható a képen, de én ma már ezt nem tanácsolom senkinek. Mikor ezt a könyvet írták, akkor még nem ilyen volt a tej, mint most. Én már 20 éve vegán vagyok, de 38 éve mondhatom, hogy nem fogyasztom ezeket a dolgokat. Mik kerülendők, amik az alsó nyelőcső záróizó működését károsan befolyásolják? Ezek a kávé, tej, a csokoládé, az alkoholos italok, a szénsavas üdítők egy része, a savasságuk miatt, puffasztó hatásuk miatt. Ártalmatlannak tűnhet, de mégis ártanak, a tömény édességek, a méz is fokozhatja a refluxot. Például az eszetes ételeket hasonlóan kerülni kellene.
Amikor lefekszenek a refluxos betegek, még rosszabb, mert ez a fekvési állapot kedvez a gyomortartalom visszafolyásának. Tehát lehetőleg 4 órával lefekvés előtt együnk, és igyekezzünk magasított fejaljjal aludni, tehát több párnát vagy valamit tegyünk a helyünk alá. Azok a betegek, akik én hozzám eljönnek, már nagyon sok orvosnál, természetgyógyásznál jártak, én ezt már megszoktam, és tele vannak sok-sok panasszal, állandóan fáj az egész hasa, vagy nem csak a hasa, hanem a nyelőcsőve is égő érzése van, vagy naponta felfúvódik, naponta szeles. A savasság és a fájdalom gyakrabban fordul elő azoknál, akik még helyesen is jól nem tudnak aludni sem. Van 2 táblázatom, amely bemutatja, hogy melyik táplálékunk savasít és melyik lugosít. Ez egy magyar kiadás, direkt bemutatom. Csokoládék, jégkrém, teja, sütemények, kóla, tejtermékek, heringtől a sertésig, a nyúlhúsig mindenféle hús, tojás, tészták, rizs, búza, kukorica, földi mogyoró. Másról fel vannak sorolva a paradicsom, a paprika, a hagyma, az alkohol, a szénsavas időtők és magas savtartalmú gyümölcslevek is, hogy fokozzák a gyomorsav termelését, súlyosbítják a tüneteket. A túlzott savtermelés szétmarhatja a gyomor nyelőcső nyálkahártyáját, krónikus gyulladásokat, betegségeket, sebeket okozhat. A nyelőcső mirigyei nyálkot termelnek, amely védő bevonatot képez a nyelőcső belső felszínén. Ezen túl a nyelőcsőbe a szájból lejutó nyálnak van további savközömbösítő hatása. Ha ezek a funkciók sérülnek, a nyelőcső sebezhetővé válik a gyomorsav számára. A nyelőcsőbe visszajutó sav így felmarja a nyálkahártyát, ezzel pedig tovább rontja a nyelőcső már amúgy is leromlott működési állapotát, és a reflux szünetei egyre erősebbekké válnak. Különböző fürdőket, vakolásokat szoktam tanácsolni betegeimnek, és elnézést, hogy nem mondok pontos receptet, de ahhoz személyes vizsgálat szükséges mindenkinek, mert 2 beteg sem egyforma, de tapasztalatom, és megint azt mondom, hogy hozzám akkor jönnek, mikor már több éve kezelték őket sokan, és szépen meggyógyulnak. Meglepő volt részemre, hogy az enciklopédia 652. oldalán ugyanazt írja, amit én tanultam, hogy a nyers káposztalé nagyon jó a gyomorsav csökkentésére, természetesen a különböző kezelésekkel társulva, és csak éhgyomorra fogyasztva. Igen, meg lehet gyógyulni a refluxból. A bőséges zöldség, gyümölcs és tea fogyasztása megelőző és védő hatása lehet a nyelőcső és a gyomorrákkal szemben. Én szeretném nagyon kihangsúlyozni, amit 2-szer is mondtam, hogy a gyomorsav csökkentők lelassítják az emésztést, a fehérje szétbontását. És ugye többször hallották már tőlem, hogy a rákos sejt is csak úgy szalad a fehérje után. A magyar ember többszöröse fehérjét fogyaszt, mint kellene, és szinte fájó lélekkel hallgatom, mikor betegeim megkérdik, hogyha mondom, hogy ne egyen húst, hogy akkor mivel pótolja. De kérem, miért kellene pótolni? Édesanyám hetünket megszült, felnevelt hús nélkül. A gyümölcsökben, a zöldségekben, a gabonaneműekben, az olajismagokban, mindegyikben van elegendő fehérje. Én nem találkoztam se vegánnal, sem nem vegánnal, egy fehérje hiányban szenvedő emberrel. Ilyen nincs. Nem kell pótolni, de egészségesen kell táplálkozni, és szeretném kihangsúlyozni rendszeresen. Bőséges reggeli, kevesebb ebéd, és még kevesebb vacsora. És a másik veszélyparipám, ugye tudják, hogy nyers nélkül nem terítünk. Nálunk reggel este gyümölcs, és bármi mellé, kások, üres kalács, rizs, bármi, tehát méz, édes, és csak délben van zöldség, és mindig nyers van mellette, télen reszelt, sárgalipa, cékla, hagyma, csak hát ezt el kell készíteni. És elnézést, hogy kihozom, nem fogok sárgalipa is céklaport hinteni a vízbe, és azt inni.
mert az igazi vitamin és ásványi anyag csak a nyers ételekbe van, amire az én szervezetemnek nagyon nagy szüksége van. És ezek lesznek, ezek fogják adni azt az antioxidánsat, ami által én kivédhetem a refluxot. És ne feledjük el, menekülni kell a lelki gondok elől, hogy tudunk. Azt mondja Zsoltáiró, hagyjad az Úrra a te terhedet, és ő gondot visel rólad. És erre kérem önöket. Gyógyuláshoz értelmi, lelki, és ezután van a testi táplálékainkra reform szükség. De először az értelemre. Hogy tudom elfogadni, hogy jó az a sárgarépapor? Én ezt nem tudom megérteni, de hát ilyen betegeim is voltak nemrégen. Kérem, akarjanak meggyógyulni, akarjanak reformot végezni a saját szervezetük érdekében, nem gyógyszerekkel, hanem igazi, természetes táplálékokkal. És hiszem, hogy meg fognak gyógyulni. Köszönöm, hogy meghallgattak.